nem tudnék elképzelni jobb társat, jobb csajt, tudod, hogy itt semmibe nem tudnék jobbat elképzelni, mint ő. Ezt így, ahogy van, leírhatjuk. Igen. Karamell, gondolom, te nem izgulsz a nagy feladattól, hogy szerelmes levelet írj a feleségednek, mert hát te számokon keresztül állandóan szerelmet vallasz, nem? Hát az az igazság, hogy a számokon keresztül igen, de én a privát életben nem vagyok, szóval nem vagyok a szavak embere a privát életben, úgyhogy pont ezért is örülök, hogy végre itt egy lehetőség, amikor tényleg, jó, lehet, hogy nem így verbálisan, de mondjuk írásban kifejezhetem azt, hogy mennyire fontos nekem, meg mennyire szeretem. Úgyhogy, tehát tényleg nem szoktad otthon visszaigazolni? Nem szeretem ezt a kifejezést, amikor mondják az emberek, hogy a magam módján, tudod? Igen. Az mit jelent egyébként? De tényleg az van, hogy a magam módján, én nem vagyok ez a nagyon telibe face-to-face szeretlek, tudod? Hanem, ez se? Én nem ilyen vagyok, hanem én tényleg... De megmondom miért, mert nekem egyszerűen olyan nehézséget okoz. Ez már ilyen, biztos ilyen pszichológia, meg szociológia, de hogy nekem ez kicsit nehézséget okoz az ilyen nagyon belső érzéseimről beszélni, vagy inkább az van, hogy természetesnek veszem, hogy akit szeretek, hát tudnia kell, hogy szeretem, és tudod. És akkor kifogásokat keresek, hogy mert ugye nehéz, így fizikálisan is nehéz ilyeneket kimondanom, annak, akit igazán szeretek, tudod úgy, hogy ne hatódjak meg, vagy ne roncsam el, mindig ilyenek miatt aggódom, és ilyen kifogásokat gyártok, hogy hát én kifejezem a tetteimmel, de amúgy tényleg kifejezem a tetteimmel, meg így a apróságokkal, szóval nincsenek olyan, nincs egy olyan fél óra, hogy mi ne ölelnék meg egymást a feleségemmel, vagy nem mennék oda és adnék egy puszit, vagy ilyesmi, de ez a verbalitás, ez nekem olyan túl egyértelmű, vagy nem tudom, nem szeretem annyira az ilyen egyértelmű dolgokat, de ez is már csak ilyen kifogásgyártás, nem vagyok ebben jó, úgyhogy azért is örülök ennek a helyzetnek. Na mindjárt átérünk, csak még azon, hadd kérdezzem meg, hogy ezek szerint azért a Szilvi néha szóvá teszi, hogy jól esne neki? Persze. És hogy jöttél ide, Karamell, hogy volt a fejedben valami már, arról, hogy mit fogsz most írni, vagy majd itt együtt fogjuk kitalálni? Nekem egyébként sincs soha semmi a fejemben, úgyhogy... De dallamok vannak a fejedben. Igen. Gondolatok nem nagyon. Szóval nem nagyon gondolkodtam ezen, próbáltam megint úgy hozzáállni, hogy legyen spontán, és nem is gondolkodtam ezen, de lehet, hogy ez hát nem akarom megijeszteni, de ez nem lesz könnyű. Na megint, nem viccelek. Nem, nekem az a tapasztalatom, hogy nem olyan könnyű el megírni egy szerelmes levelet. Figyelj, azt tudom, hogy mit érzek. Szóval azt tudom, hogy amikor a feleségemre gondolok, akkor mit érzek vele kapcsolatban, meg amikor így a közös utunkra gondolok, hogy honnan, hova eljutottunk, vagy honnan, hova el lehet jutni, így egy párkapcsolatban, egy házasságban, egy szerelemben, és hogy az ember szeretne a másikért tenni, meg áldozatot hozni, akkor tényleg hogyan lehet érezni ennek a fejlődésnek a gyümölcsét. Viszont az az út, ez az elmúlt 11 év tényleg egy pillanat alatt repült el, és egy igazi sikersztori amúgy, egy igazi sikerélmény számomra, hogy amikor a másiknak a boldogsága lebeg a szem előtt, és azt tudja sikerélménynek megélni, hogy tud neki örömet szerezni, látja rajta, hogy boldog mellette, kiegyensúlyozott, nőnek érzi magát, én pedig mondjuk nem szeretem ezt a szót, hogy pasinak tudom mellette érezni, úgymond magamat. De ez nagyon szóval fontos, ez, igen, főleg szülőként, tehát hogy amikor már ott egy gyerek is, akkor erre nagyon kell vigyázni. Igen. Úgyhogy nekünk ez fontos is. Uh-huh. Szóval én éreztem, hogy a feleségem az igazi, de csak úgy mondom, hogy szerintem nyilván az első pillanatokban nincs olyan, hogy igazi. Uh-huh. Szóval igazivá kell válni. Szóval én próbáltam ebben az elmúlt 11 évben azzal megköszönni a feleségemnek, hogy velem van, hogy megpróbáltam az igazivá válni. Mert rohadtul nem vagyok én se az igazi, szerintem. Mármint érted, hogy gondolom. Abszolút értem. Olyan szép, mert tényleg őrizzük meg a papíron. Szóval én megpróbáltam az igazivá válni, és méltó lenni ahhoz, hogy ő
hogy velem van, és hogy... Én ezt a címet adnám ennek az írásnak. Megpróbáltam az igazivá válni, hogy számodra az igazivá válni, vagy valami ilyes. Köszönöm szépen. Válasz egy papírt, kérlek. Van bézs? Feleségem ilyen nagyon bézs. Tényleg, hát ez volt a bézs, a kicsi, igen. A tojáshelyszínű. Hát igen, látom a lakásotokon. De ez nekem tetszik például, ez a pasztell lila szín. De ilyen picit akarsz, mert van abból azt hiszem egy nagyobb A4-es méret is van. Nem akarok megijeszteni. Jó, oké. De hát mennyi fér erre? Vagy mekkora betűkkel írsz te? Majd mindjárt kiderül. Hát amúgy kis betűkkel írok. De akkor van bézs. Nem, ez nekem tökéletes. Jó, tökéletes. Majd a illusztráció is lesz róla. Azért kellett, hogy leállítsanak, mert már most annyi gazdag gondolat jött ki belőled, hogy nem fog minden fölférni. Hát igen. A többi dalba kell foglalnod. Így van, eléneklem. Tollat is választanod kell, és aztán feladatot is. Tű, aha, értem. Hát akkor lehet így, aha. Nem találomra, hanem persze. Mondjuk... Nyúlkálj a mélyére. Ezt a zöldet, mert nem tudom, mondtam már, hogy a zöld a kedvenc színem. És ezt olvassam föl? Aha, kérlek. Na jó, hát ez így nem ér. Ne használd a szeretlek szót a levélben. Miért? Hát te megoldod ezt. Vagy pont az lett volna a feladat, hogy ki mond? Egyszer se szabad használni, mondjuk a legvégére. Most te húztad ezt, mit mondhatnék, hogy elsőre de ez olyan, mintha direkt húztam volna, mert megint kihúzzam magam, tudod, a... Na jó, oké. Az imádlakot használhatod. Hát az meg más, az a szeretlek sokkal szebb. Figyelj, ezt ide helyezem, és akkor megnézzük, hogy kettőt kell, ugye? Igen. Megnézzük a következőt, hogy... Azt húzhatom? Persze. Akkor az mondjuk legyen a lila. Ezt nem én írtam, de mégsem tudom elolvasni. Elevenítsd fel a leghevesebb közös emléketeket. Hú, azt inkább nem. Biztos, hogy heves van ott? Nem. Elevenítsd fel a legkedvesebb. Ja. Itt egy D betű, és hát, nem. Látod? Ez egy freudi elolvasás volt, vagyis te igazából a heves emlékeidet de akartad miért? Most előhozni. De legyen csak kedves. Nehogy analizálj. Na jó, akkor a legkedvesebb közös emléketeket, oké. Én csak azt akarom mondani, hogy igazából ezt a szeretlek szót valahogy mégis írjuk bele, mert szerintem fontos lenne. Csak nem tudom, fordított betűkkel, vagy más színnel írt fel, vagy nem tudom. Jó. Jó. És hogyan szólítod a Szilvit? Szerelmi. Na, az már azért elég sok mindent kifejez. Szerelmi. Szerelmi? Mert? Nem tudom, ez ilyen hülyeségem, hogy sokáig úgy hívtam, hogy szerelmi nő, aztán szerelmi nőm, aztán ez így kopott, és szerelmi. Most már csak simán szerelmi, vagy bogár, de azt nagyon nem szereti. Uh-huh. Mindig mondja, hogy én nem vagyok egy bogár. Tudod? És miért neked mit jelent, amikor bogárnak hívod? Nem tudom, olyan... Ez jött belőled? Aha. Egyáltalán, amikor bogárnak hívom, én nem gondolok egy bogárra. Hanem, tudod, hanem... Mindig mondja, nem vagyok egy szarvas bogár, vagy egy katica bogár. Jó. Akkor belevágok. Belemártam a tentába a tollamat. Próbálok támogató energiát küldeni neked. Jó. Na, beindult. Na most már nem lehet lelőni, tudod? De pedig meg foglak akasztani. Mit írsz? Azért mondd el. Ja, olvassam hát is fel. Vagy mondd el, igen. Összefoglalhatod. Hát, szia bogár. Hát nincs, csak az, hogy szia bogár. Nem is tudom, hol kezdjem. Pont. Őszinte. Sok minden kavarog a fejemben, amikor kettőnkre gondolok. Egy biztos, hogy 11 éve ismertelek meg abban a bizonyos liftben, és ez a találkozás megváltoztatta nem csak az életemet, hanem engem is. Ó, itt tartok. Ez nagyon szép. Itt tartok. De már tudod, hogy hogy folytatnám? Nem. Nem, de... Akarod, hogy adjunk egy kis inspirációt hozzá? Jöhet. Szóval, ha nem tudod, hogy folytasd, akkor hallgass Szilvire. Ja, szerelmi. Tudom, hogy most eléggé zavarban vagy, és egy kicsit furcsán érzed magad, mert az érzéseidről mindig a magányos, nyugodt pillanataidban szoktál írni, legalábbis elmélkedni, és itt most a dalszövegekre gondolok. Egy kicsit elfogult vagyok veled szemben, ugyanis szerintem ebben a kis országban te írod a legszebb
legérzelmesebb dalokat, ezt akartam megfogalmazni, és hát most nekem kell levelet írnod, és igazából csak annyit szerettem volna mondani, hogy egyszerűen nem tudod elrontani. Bármit írsz, az nekem nagyon jól fog esni, és érteni fogom. Nagyon szeretlek. Szia! Na, segített valamit? Önbizalmat adott? Nem hát tudod elrontani. Meghatódtam. Gondolom. És most ő szerelmének hívott téged. Igen. Nem árulta el az otthoni beceneveket. Majd elfogja. Fogtok röhögni. Na, de akkor hogy folytassuk? Hogyan változtatott meg téged? Azt akarod esetleg kifejteni, hogy mi történt veled ebben a 11 évben? Milyen emberétet? Nem, igazából nem, mert... Hogy is mondjam? Szóval nekem szükségem is volt erre, hogy változzak. Hanem azt akarom kifejezni, hogy... Hát, hogy áldás ő nekem, tudod, hogy ő nekem van. Szóval nem tudnék elképzelni jobb társat, jobb csajt, tudod, hogy itt semmibe nem tudnék jobbat elképzelni, mint ő. Ezt így, ahogy van, leírhatjuk. Igen? Szerintem ez így jó? Ha neked ez vállalható, hogy hát ilyen nyíltan és egyenesen a mennybe emeled. Hát ez akkor, egyértelmű, akkor van miért. Gondolom, te se jössz gyakran kézzel. De amúgy én sűrűn írok kézzel, csak ugyanilyen csúnyán, meg gyorsan. Ja. A dalszövegeket szoktad kézzel írni, igen? Igen, csak azt. Csak a dalszövegeket szoktam, de azt próbálom mindig tollal és papírra írni. Miért? Miért nem gépbe? Azért, mert egy jó emlék elrakni, aztán így nem tudom, 10 év múlva elővenni, és egy tök nagy élmény így látni a csúnya kézírásomat, meg ezeket a kis titkokat, hogy miből mi született, meg hogyan... Mert ott vannak az áthúzások, átnyilatok. Igen, pontosan ott van minden, és olyankor az egész folyamat így, az egész élményt újraélem. Titkon abban is reménykedem, hogy majd egyszer milliárd dollárokat fognak érni ezek a papírok. Teljesen jogos. Egyébként füzeteid vannak? Vagy? Igen, ilyen vaskos dalszövegek, ilyen dalszöveghez. Most nem tudok fogalmazni, szóval direkt erre a célra ilyen füzetekbe írom, úgyhogy van egy jó pár ilyen füzetem, van, amelyik porosodik évek óta, de vannak ilyen teljesen frissek, meg újak, úgyhogy ezt így szoktam. Szeretem az analóg dolgokat, tudod, így szeretem, a zenében is szeretem például a bakeliteket, meg a szalagos magnó, meg az ilyen vasakat a stúdióba, meg úgy látszik, hogy hát ez is egy ilyen, hívjuk analóg, az, dolognak, szóval ennek az is megvan. Csak azért kell analógnak hívni, mert úgy sokkal menőbb. Úgy lehet belőle újra divatot lenni, csinálni. Igen. Szóval most egy full analóg szerelme. Analóg szerelmes levél. Na, látod? Micsoda inspiráció. Ugye nem írtad le azt, hogy szeretlek? De. Azt látom, nem érdekel a feladat. Nem érdekel. Az... Nézze, hogy az azt... Az nem, most felrúgtam a szabályokat. Okay. Egyébként azt is lehet. Öntörvényi a szabályok azért vannak. Igen, van, aki szerint azért vannak. Nem, mindegyik, ami... És mi ez az aláírás? Ezt én nem ismerem, ezt a nevet, mangó? Nem, ez így, monyó. Monyó, ó, de szép, jó. Mert ő így hív engem. Na most ez egy olyan levél lesz, amit majd a Szilvitől hallunk először, legalábbis remélem. Nem fogja tudni elolvasni. De akkor te fogod felolvasni. Ez elolvashatatlan. Én fogom kézbesíteni. És ezt hogy kell összehajtani, hogy bele is férjen? Úgy, négy részre kell. Négy részbe? Szabad olyat? Hát kénytelen leszel. Monyó. Én nem foglak így hívni, nem. Csak ízlelgetem. Nagyon gáz amúgy. Nem szereted? Hát nem hangzik olyan szépen, de elfogadtam. Szóval ilyen egy komoly párkapcsolat, meg egy jó házasság, hogy... Ő elfogadja tőled a bogarat. Vannak ilyen keserű pirulák, tudod, amiket néha le kell nyelni. Úgyhogy elfogadtam. Ilyenkor szokták mondani, már meg is szerettem. Nem szeretem ezt a nevet, hogy monyó, de hát nem tudok mit tenni ellene. Akkor címezzük még, megírjuk rá a nevét, ahhoz is választhatsz másik színt, ha szeretnél. Ez milyen színű? Zöld. És újabb fél óra telik el, mert én színt válaszolok. Legyen akkor ez a... Jó, rózsaszín. Elfelejtettem elhozni a postás táskámat, de szerencsére nem lesz más benne, csak ez. Úgyhogy kérlek, add át nekem. Köszönöm. És én pedig most ide hívom Szilvit. Okay. Szilvi? Levelet kaptál, Szilvi. Sziasztok!
Szia, Bogár! Jesszus! Szia! Hello! Fú, nagyon sok munka van ebben. Nagyon nagy elköteleződés van benne. Inkább. Jesszus! Nem akarlak megijeszteni, nem csak az értékén akartam kezelni. Aha. Engedd meg, hogy továbbítsam. De ilyen szépen írsz, mert ezt el tudom olvasni. Amúgy szebben írok, csak most sietni kellett. Izgulok, hogy el fogom-e tudni olvasni, és hangosan vagy magamban? Próbáld meg hangosan, kérlek. Hát, ha menni fog, hát nagyon csúnyán írtam. Úristen, de hosszú. Ugye? Jézus. Van egy csepitek, hogyha... Jó ég, egyébként még nem, igazad csak van. Hogyha, de jobb, ha prekészítek egyet. Nem, szerzek nem amúgy most amúgy is olyan állapotban tudom, vagyok. Így, hát tudom. Szia, Bogár. Igen, ez én vagyok. Mindig Bogárnak hív. Igen, hallottam. Nem is tudom, hol kezdjem. Sok minden kavarog a fejemben, amikor kettőnkre gondolok. Ez egész olvasható. Akkor jó, de nagyon gyorsan írtam. Egy biztos, hogy 11 éve ismertelek meg abban a bizonyos liftben, és ez a találkozás megváltoztatta nem csak az életemet, hanem engem is. Én is így érzem. Remélem, nem hatalmas csalódás számodra, hogy eléggé nehezen fejezem ki az érzéseimet, de azt tudnod kell, hogy az érzéseim napról napra erősebbek és mélyebbek irántad. Ezt érzem. Ez így van. Az első pillanatban tudtam, hogy összetartozunk. Az első, áthúzva, pillanattal kezdve szerelmes vagyok, és ez a szerelem napról napra csak mélyült. Soha nem volt elképzelésem, vagy ideális kép a fejemben arról, hogy milyen is számomra az igazi nő, és az igazi, bocsánat egy kicsit, és az igazi társ, de mióta ismerhetlek téged, azóta pontosan tudom, hogy nekem te vagy a tökéletes társ és a tökéletes nő. Jaj. Hú. Te vagy az én igazi csodám, és te vagy az életemben az igazi áldás. Te vagy az, akiért megéri küzdeni, olykor a saját korlátaimmal is. Korlátaimat is legyőzni. És te vagy a jutalom ebben az életnek. Mi az élet nevű utazásban? Hú. Van tovább. Igen. Bocsánat. Sok-sok kedves emlék van a szívemben, amiket közösen éltünk át. A legszebb emlékem mégiscsak az, amikor családdá váltunk, és Szofi megszületett. Soha nem feledem el azt a pillanatot, amikor először kezemben tartottam őt. Ezt a pillanatot csupán neked csak neked köszönhetem. Hú, itt már egy kicsit nehezebb olvasni, de nem ez a legfontosabb. Az a legfontosabb, hogy ti vagytok nekem. A közös utazásunk minden pillanata fontos, mert minden a mostani pillanatokhoz vezetett minket. Úgy jól olvasom? Uh-huh. Bízom a sors kezében, és abban, hogy veled mehetek ezen az úton életem végéig. Már csak azért is, mert elképzelhetetlen számomra, hogy te ne legyél nekem. Én biztos, hogy maradok és szeretni foglak örökre. Ez a levél nagyon kevés ahhoz, hogy mindazt elmondjam, amit érzek, de a legfontosabb, hogy mindenél jobban szeretlek, mondjuk utóirat a sütőben kajani. Mi az utóirat? A sütőben kaja nincs, úristen! Régen az volt a szokásunk, hogy hagytuk Szofival neki levelet, tehát mielőtt elmentünk otthonról, hogy ha hazaér, akkor így megkapja is. És akkor írtam egy ilyen klisé dolgot, hogy a sütőben vagy a hűtőben ott a kaja, a vacsi, vagy az ebéd, és akkor ő válaszolt, és odaírta, hogy én is nagyon szeretlek titeket, a sütőben kaja nincs. Tudod, hogy én, úristen, jaj, ez csodálatos. Köszönöm. Egész jól megy a karamellnek, nem? Hogy érzem, hogy nyilván írásba könnyebb egyébként egy fokkal, de csomó minden kimaradt. Wow! Például azt bel akartam írni, hogy hát, hogy Szilvi azt szeretem még nagyon, tudod, sokan dicsérik őt, hogy milyen szép, és én látom, tudod, az igazi, szóval nem csak a külső szépséget, hanem a belső szépséget.
a külső szépség is nagyon fontos, de szerintem ugyanennyire fontos a belső szépség, úgyhogy... Te is szép vagy. Hogy nem csak kívülről szép, hanem tényleg belül is. Belül is gyönyörű ember kívül belül. És olyan elvei vannak, meg olyan igazságérzete, meg... olyan becsületes, szóval ez nekem én ezt sokszor ilyen átoknak is érzem, de örülök, hogy ez szépnek látod. Szóval értékrendje van, tudod, hogy ilyen eltántoríthatatlan az igazságtól, és ez az igazi szépség. Remélem, hogy ez annak nem az. Hát és látod, de ezt el tudtam mondani, szóval meg. Igen. Ha neked, Múzsi, igen, mert ránéztem. Igen. Igen, nem tudom, hogy lejárt. Volt ez a kis videó, amit készítettem. Igen, neked, persze, és ott így utaltam arra, hogy 11 év vagyunk együtt, és van egy furcsa kettőség Feriben. Én így hívom Ferinek, nem ami biztos, én. Nagyon híres arról, hogy nagyon érzelmes dalokat ír, ugye minden dalát ő szerzi, de kevesen tudják, köztük vagyok én is, hogy viszont a szeretet nyelve mégsem a szavak, hanem más, és ez olyan kettős. Nem tudom, nála a szívesség, nekem ez a segítség. Ebben sok minden tartozik, az ajándék, az önzetlen dolgok. Tehát, hogy soha nem sajnál senkitől semmit. Ez egész 11 évre igaz, de a szavak azok nehezen jönnek mindig, főleg ha érzésekről van szó. Szóval ez most nagyon nagy dolog. Igen, ezt el kell tenni. Ez biztos, hogy elteszem. Úristen, köszönöm. Igen, köszönöm. Mi is köszönjük. Ez nagyon klassz kis élmény volt. Ha valamit megtanulhattunk az elmúlt percekben, akkor talán az, hogy szerelmes levelet írni ugyanolyan nagy élmény, mint kapni. Mert végre becsomagolhatjuk az élményeinket, átnyújthatjuk az érzelmeinket a másik embernek úgy, hogy azt örökre őrizni fogja egy tárgy, egy papír és egy gyönyörű kézírás. Szerintem érdemes vele próbálkozni. És te hogy találkoztál a kiszemeltendel? Hát az erről mi is beszélgettünk, hogy majd ezt a gyerekeknek, unokáknak hogy adjuk tovább, hogy mennyire kell cenzúrázni ezt a történetet. Itt nem kell cenzúrázni, itt még az igazi változatot mondani.